Kannában kell a benzint hordaniuk a szántóföldre a berzencei gazdáknak. A falu egyetlen benzinkutya ugyanis megszűnt, és legközelebb csak 8 kilométerre Csurgon tankolhatnak. A probléma a turistákat is érinti, Horvátország felé ugyanis ez volt a határig az utolsó töltőállomás. Zárva tábla fogadja az autósokat a határ előtti utolsó benzinkúton. A tulajdonos hitelei megemelkedtek, és a többlet költségeket már nem tudta kitermelni. Ezt a plusz havi körülbelül 1,5 millió forintot, ezt már nem lehetett kitermelni. A kút egyébként üzemi szinten nyereséges, tehát ebből bárki a családjával kényelmesen meg tud élni, de ezeket a plusz költségeket nem lehetett kitermelni. A gazdák kannákkal járnak a szántóföldre, a legközelebbi kút ugyanis a falutól 8 kilométerre található. Az embernek a fűnyírójába, a kerti traktorba, a kapálógébe ugyanúgy üzemanyagot kell vásárolni, és ez bizony ilyenkor üzemanyagkannát plusz kiadásként meg kell szerezni olyat, amiben biztonságosan szállítható üzemanyag, beszélhetünk benzinről vagy gázolajról, és ez költségeket jelent. De nem csak a településen élőknek jelent ez problémát, Horvátország felé ugyanis ez az utolsó töltőállomás. Gondolom, hogy az átmenő forgalmat is ez zavarja, ugyanis hát a térképeken azért rajt van, hogy Berzencén van kut, a GPS-ek tudják, hogy Berzencén van kut, tehát lehet, hogy aki úgy számol, annak ez kellemetlenséget okoz. A berzencei benzinkút most eladó. A tulajdonosa szerint 5 millió forintból akár egy héten belül újra lehet indítani a vállalkozást.